A húsvét nem csak a kereszténység legnagyobb ünnepe, a tavaszvárás legkiemeltebb időszaka is. A Biblia szerint Jézus a pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt. A húsvéti hagyományok egy része ma is aktívan él a köztudatban, mások viszont a feledés homályába merültek. A Sóstói Múzeumfalu programjaiban azonban ezeket is megismerhetik az érdeklődők. Megmaradt a böjtölési időszak, hiszen aki a húsvéti ünnepre készül, és mondjuk katolikus, görögkatolikus vallásúak, ők megtartják a 40 napos böjtöt, de nagypénteken mindenki böjtöl. Egyébként akár milyen felekezethez is tartozik. Készülnek az ünnepre nem csak a lélekben, hanem a saját környezetüket is megtisztítják, és ilyenkor van a nagy takarításoknak is az időszaka. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból az ünnep nem változott, hiszen mindenki valamilyen formában készül rá. Az oktatási intézmények is igyekeznek széles körűen megtanítani a gyerekeknek a még élő és a már feledésbe merült hagyományokat egyaránt. Az iskolánk nagyon fontosnak tartja a hagyományápolást, és úgy érezzük, hogy a gyerekeket minél hamarabb meg kell ismertetni a hagyományokkal, meg kell velük szeretetni, és hiszen ez harmonikusabbá teheti az életüket, a lelküket erősíti, és az a szeretetüket. A locsolkodás a természet megújulásának a szimbóluma is, bár ezt egyre kevésbé gyakorolják. Ez a hagyomány főleg az iskolákban kisebb gyerekek körében él, már a sokkal inkább családi programmá alakult át az ünnep. Én felkelek egyedül, akkor apa mindenkit meg szokott locsolni, úgyhogy enged egy pohárba a csapból vizet, és leönti a nyakunkat. Meg apával szoktam menni mamáékhoz locsolkodni, meg engem is papa meg szokott locsolni. Apukámmal, és megyünk a két mamához, és meg szoktuk őket locsolni, és amikor hazaérünk, nagyon sok tojást gyűjtünk össze. A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások díszítése régi hagyomány. A leggyakrabban használt piros színnek védőerőt tulajdonítanak, egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi.